Sajtótájékoztatót tartott Margó Imre polgármester városunk út- és járda felújításairól, melyeket önerőből valósít meg a város. Ilyen önerőből megvalósított felújításra jó néhány éve nem volt példa Törökszentmiklóson. A felújítások mellett hulladékgazdálkodást érintő változásokról is tájékoztatott a városvezető. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai sajtótájékoztatón megjelent sajtóképviselőit. Kettő témában, mely mind a kettő foglalkoztatja, illetve érinti Törökszentmiklós lakosságának a figyelmét, szeretnék sajtótájékoztatót tartani. Az egyik téma út- és járda felújítások Törökszentmiklóson, a másik téma pedig hulladék gazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátása Törökszentmiklóson. Az út- és járda felújításokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni Törökszentmiklós város lakosságát, hogy az idei 2016-os költségvetésben elkülönített kereten több járda, illetve útfelújítási feladat elvégzése volt tervezve. Az egybeszámítási szabályok szerint erre, ezeknek a munkáknak az elvégzésére meghívásos közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani, melyet az elmúlt hetekben Törökszentmiklós városi önkormányzat elvégzett. Így van szerencsénk a munkák elvégzésére nyertest hirdetni. Összesen 96 millió 600 000 forint értékben végzünk Törökszentmiklóson járdafelújítási, illetve útfelújítási munkátokat. Itt zömében az útfelújítási munkákon van a hangsúly, és hangsúlyozom, hogy ezt kifejezetten nem pályázati forrásból, hanem az önkormányzat saját bevételeinek a terhére fogja elvégezni. És akkor sorrendben a következő munkákról beszélünk. A Bethlen Gábor utca járda felújítása a Kossuth Lajos út, illetve a Batthyány út közötti szakaszon. Itt nyilvánvalóan sokan tapasztalták már, hogy a Batthyány és a Petőfi közötti szakasz már felújítás alatt van. Ezt gyakorlatilag a közmunkaprogramban valósítja meg az önkormányzat. Itt viszont a Kossuth és Batthyány utca szakaszon nem csak járda felújításról, hanem parkoló kialakításról, illetve ezzel egyidőleg csapadékvíz elvezetés biztosításáról is van szó. Ez mindösszesen 12,5 millió forintért lesz elvégezve. A következő, mely szintén már egy nagyon régen várandó feladat, ez az Alkotás utcának a Széchenyi út felőli végén van egy közel 70 méter hosszúságú betonozott szakasz. Ez szintén a nyár folyamán, illetve az ősz elején leaszfaltozza az önkormányzat. Ennek a munkának az értéke 2 millió 290 ezer forint. Szintén egy olyan feladat, amit a Törökszentmiklóson lakók, illetve az adott területen lakók régóta várnak, ez a Batthyány János utca útburkolatának a felújítása. A Tenyői, illetve a Babits utca közötti teljes szakaszt felújítjuk, illetve kiszélesítjük, valamint az árkokat újra profilozzuk, illetve nemes patkát építünk az út mellett. A kiszélesítés értelmében 5,5 méter burkolt útpálya fog kialakulni a Batthyány János utcán. Ennek a munkának az értéke 64 millió forint. A negyedik helyszín az a Herman Otto utcában a Kölcsei, illetve a Táncsics közötti útszakasz felújítása, és ugyanitt az óvoda felüli oldalon parkolósáv kialakítása. Az ötödik helyszín a Herman Otto utcában az elvégzendő munka értéke 7 millió 200 ezer forint. Az ötödik helyszín az a Törökszentmiklós tanúszodához kapcsolódó út és parkoló építés. Ennek a munkának az értéke 10,5 millió forint. Mivel mindannyian látjuk a tanúszodai készültségének a jelenlegi állapotát, feltételezhető, hogy ez a munka ez a 2017-re fog áthúzódni, de mind a másik négy helyszínen ebben az évben el fogjuk végezni a feladatokat. Amit fontos tudni ezzel kapcsolatban, az, hogy ilyen mértékű, és most kifejezetten a Batthyány János utcának az útburkolatáról beszélek, 64 millió forint értékben, ilyen mértékű útépítést, illetve útfelújítást Törökszentmiklós város önkormányzata
az elmúlt időszakban önerőből nem végzett. Tehát azok az útfelújítások, amik elvégzésre kerültek az előző önkormányzati ciklusokban, beleértve talán egészen 2000-ig, azok többségében mind pályázati forrásból valósultak meg. Egyetlen egy útfelújításról van tudomásom, amit a beruházási városfejlesztési osztállyal egyeztettem. Ez a Hunyadi útnak a 2006-os felújítása, ami önkormányzati saját forrásból történt, 11 millió forint értékben. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert vannak olyan Facebookos oldalak, amik előszeretettel szeretik a jelenlegi önkormányzati vezetés tehetetlenségét, illetve általuk vélt tehetetlenségét folyamatosan kinyilvánítani. Szó sincs tehetetlenségről, sőt, szeretném még egyszer elmondani, hogy az előző önkormányzat saját forrásból sem valósított meg ilyen mértékű útfelújítást, mindent pályázati forrásból valósított meg. Egyébként egy picit visszautalra az előző felvetésre, azért nincsenek jelenleg Törökszentmiklóson nagy volumenű kivitelezések, mert jelenleg a pályázati benyújtásoknak a szakaszában vagyunk, és bízunk benne, hogy a pályázatokat, amiket benyújtunk, azokat meg fogjuk nyerni, és amint megnyertük, azután tudunk megvalósításba kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat akkor, amikor egy Európai Uniós fejlesztési ciklus lezárult, és egy másik elkezdődött. Hogyha valaki ezt másként értelmezi, akkor segítséget kérek tőle, hogy hogyan kellene azokat az időszakokat áthidalni, amit egyébként minden település ugyanígy él meg. A másik téma, amivel kapcsolatban szeretnék bejelentéssel élni, az a törökszentmiklósi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása. Bizonyára nagyon sokan értesültek arról, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés időszakának a bevezetése után az elmúlt év folyamán létrejött egy szervezet, ez a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, mely a nevében is magában hordozza, hogy a fő feladata az ország területén lévő létrejöttének időpontjában kb. 160 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó szervezeteknek feladatellátásának a koordinálása, hiszen a különböző területeken különböző minőségben szolgáltattak, meg szolgáltatnak a cégek, és a cél az az lenne, hogy a NHKV ZRT által létrehozott országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tervben célfeladatként kitűzött célok megvalósuljanak, és ez a célok között a legfontosabb irányelvek, hogy az ország teljes területén azonos minőségben szolgáltassanak a cégek. Ez gyakorlatilag egy folyamatot generált. A folyamat során a törvény meghatározta, hogy 2016. április 1-e után a közszolgáltatást végző szervezetek közvetlenül a szolgáltatást igénybevevők számára számlát nem bocsáthatnak ki. Ezt úgy gondolom, hogy Törökszentmiklóson az elmúlt negyedében mindenki tapasztalta, hogy a törökszentmiklósi közszolgáltatótól nem kapott számlát, hiszen a számlakibocsátás az átkerült a koordináló szervhez. A koordináló szerv viszont a mai napig nem tudott felkészülni a számlakibocsátásra, tehát gyakorlatilag az elmúlt negyed év során valamennyi közszolgáltatást végző cég, beleértve a törökszentmiklósi kommunális non-profit szolgáltató Kft.-t is, a hulladék gazdálkodási feladatellátást bevétel nélkül végezte el. Egy másik szempont, vagy másik szintén a számlázáshoz, illetve a bevételhez kapcsolódó, hogy a közszolgáltatást végző szervezetek a szolgáltatási díjat a NHKV ZRT-től kapják meg, viszont ő még nem tudott számlát kibocsátani. Ugyanakkor a
Most már az elmúlt hetekre világossá vált, egy bonyolult képlet alapján számítandó ki az a szolgáltatási díj, amit egy-egy szolgáltató megkap az NHKV ZRT-től. Gyakorlatilag ez a díj, amelynek a standard díja 2 forint 7737 vagy 1000 forint per liter, ez még különböző szorzókkal csökken, ez nem fedezi azt a ráfordított díjat, amit a kommunális szolgáltató Kft. Törökszent Miklós esetében is, illetve a szolgáltatási területén lévő más települések esetében is befektet. Tehát egyfelől a Kft. Az elmúlt időszakban bevétel nélkül dolgozott, másfelől most már világossá vált, hogy ráfizetést termel folyamatosan, mely a elmúlt hetekben, vagy elmúlt napokban, elmúlt héten konkretizálódott adatok alapján havonta 4,7 millió forint. Ennek ismeretében Törökszent Miklós Városi Önkormányzat képviselőtestülete az elmúlt hét csütörtökön döntött arról, hogy közös megegyezéssel Törökszent Miklós város területén felmondja a Törökszent Miklósi Kommunális Szolgáltató Kft.-vel létrehozott közszolgáltatási szerződést. Erre minden településnek lehetősége van. Ezzel élt Törökszent Miklós Városi Önkormányzat. Ugyanakkor a hulladék gazdálkodásért felelős felettes szernél a Törökszent Miklós esetében illetékes a Jászlatkun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Törökszent Miklós Városi Önkormányzat kérte a kijelölést, a kényszer kijelölést. A katasztrófavédelmi igazgatóságnak közszolgáltatót kell kijelölni az adott település tekintetében. Egyébként az elmúlt héten tudomásom szerint több Jászlatkun-Szolnok megyei település is ugyanígy kérte, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóság kényszer kijelöléssel élve jelölje ki azt a közszolgáltatót, aki egyébként a törvényben, és szeretném idézni azokat a szempontokat, amiket figyelembe kell venni a kijelölés folyamán. Gyakorlatilag az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek, továbbá a lakosság méltányos érdekei figyelembevétele mellett kell a döntését meghoznia a katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Véleményünk szerint a Törökszent Miklósi kommunális szolgáltató non-profit Kft. Teljes mértékben megfelel ennek a törvényi előírásnak, tehát a katasztrófavédelmi igazgatóság által kijelölhető a feladat ellátása. Nyilvánvalóan, hogy a döntést, a végleges döntést azt várjuk, és amint a döntésről értesültünk, akkor egy ismételt sajtótájékoztató keretében tájékoztatni fogjuk Törökszent Miklós város lakosságát, hogy történik-e változás az életünkben a hulladékgazdálkodás terén.